Sziasztok! Hosszabb és tanító videó következik, hiszen a tavaszi napi egyenlőségnek a téli időpillanatát fogjuk megnézni jó részletesen. Akik látták az emesével készült előrejelzésemet, előrejelzésünket, még karácsonykor adtuk ki, ott átrohantunk ezeken a képleteken, és most rendesen megcsináltam nektek, hiszen a valódi új év az most lesz, március 20-án, méghozzá 4 óra 6 perckor a budapesti idő szerint, és ebből a képletből nagyon sok mindent tudunk levonni, nagyon sok következtetést fogunk tudni levonni. Nézzük is meg. Egyébként meg egy picit gondolkozunk el, miatt tényleg a képletet konkrétan bemutatom nektek, hogy könyörgöm, hát mi a franc indul el január 1-én? Hát kutya szar sem, nem? Hát le van fagyva minden, az igazi megpróbáltatások még most jönnek, vaksötét van, szóval se a fény, se a hő nem áll a rendelkezésünkre, hogy bármilyen új dolgot elkezdjünk. Hát normális ember nem ünnepel semmit január 1-én, legfeljebb jól berúg. Most viszont ünnepelhetünk, hiszen valóban elindul a tavasz, visszafordíthatatlanul, jó lehet, hogy még lesznek talajmenti fagyok, sőt, még lehet, hogy hózáporok is, kit érdekel, a madarak az ordítanak, minden zöldül, gyönyörűen, az én kertem is tele van, most már majdnem az összes krókusz el is nyílt, ott vannak a nárciszok, indulnak szép lassan a tulipánok, ahogy Szomorú Miklós szokta mondani, robban a kert, és abszolút már rengeteget lehet benne dolgozni, és az embernek az életkedve is sokkal jobb. Nézzük meg, hogy ezt az életkedvet vajon visszaigazolja-e az a képlet, amit most majd megosztok veletek. Egész pontosan, megint csináltam egy PowerPointot, ami ugyanúgy kezdődik tulajdonképpen, mint az, amit az MS-ével csináltunk, azzal a különbséggel, hogy itt ugye azt mondtuk, hogy azok a kulcsszavak egész évre vonatkoztak, nem írjuk őket felül. Ennek a képletnek a kulcsszavai most azok, hogy többet ésszel, mint erővel, mint majd látni fogjátok, ott lesz az MC-n a Pallas Athéné, ugye a bölcsesség istenője, aki mer, az nyer, mert a Lilit is ott van, ugye a Lilit a lázadás az igazságtalanság ellen, és a haza minden előtt, ez is ott van, ugyanis, hát majd meglátjátok, hogy miért van ott, mert ott lesz egy karmaketrec. Na, nézzük meg a valódi új évnek a pillanatát, és azt kell tudnotok erről, hogy ugye ez minden évben mindig máskor következik be, egyébként az egész 21. században mindez mindig 20-án és nem 21-én indul. Egyébként pedig ugye a múlt században, tehát a 20. században viszont 21-én volt mindig ez a váltónap. És ez egy kvartál horoszkóp, a szakmai nyelv szerint a kvartálok az azt jelentik, hogy ugye amikor a kardinális jegyekbe lép be a nap, az egy bizonyos időre vonatkoztatható. És az aszcendens sem fog múlni, hogy mennyi időre vonatkoztatható. Egyébként most éppen Angliában tanítok, és ott veszem ezt föl. Egy variációt fölvettem korábban, fel is töltöttem, aztán úgy gondoltam, hogy újra csinálom, mert mindig mindent újra csinálok természetesen, mert hát úgy szép az élet. Ha valamivel nem vagyok elégedett, én azonnal kidobom, tehát én nem tartogatom, és nem nézek vissza, hanem inkább újra, tehát inkább időt és energiát rakok bele. Tehát itt a valódi új év pillanata, ahogy mondtam, 4 óra 6 perckor kezdődik, akkor lép a nap a kosba, 0 fok 0 évpercen, és egy kvartál horoszkópot mindig olyan szempontból is értelmezünk, hogy az aszcendens milyen jegybe kerül, ugyanis ha például fix jegyben van az aszcendens, akkor az egész évre vonatkozik. Nagyon érdekes, mert persze az angol verziót is megcsináltam Londonra felállítva, ott pedig bak aszcendensünk van, és az kardinális aszcendensek mindig csak negyed évre vonatkoznak, hiszen a következő kardinális jegybe lépés az felül tudja írni magát a téli időpillanatot. Meg fogjuk azokat is nézni, de ez a horoszkóp élni fog egy éven keresztül, tehát egészen 2025. március 20-áig lehet ebből táplálkozni, épülni. Már amennyire építő ez a képlet. De nagyon szép dolgai is vannak. Nézzük nagyon-nagyon röviden azt, hogy hogyan is értelmezünk egy kvartál horoszkópot. Ezek a hagyomány szerint értelmezések, tehát itt nem vonok bele semmiféle karmasztrógiát, bár bent hagytam ugye azokat a karmasztrógiai jelölőket, hát gondolkozom, hogy kiszedem ezeket az aszteroidákat, meg kentaurokat, aztán rájöttem, hogy nem szedem ki, mert gyorsan rohanjunk benne végig. Tehát az ország dolgait az első ház fogja mutatni. Ugye, ahogy mondtam, a fix aszcendens az a teljes évig történő időtartamot foglalja magában. És az egyes ház maga az ország dolgai, és hát jó sok minden van ott, ugye öt égi testet is találunk, viszont az ötből három közbezárt jegybe került, zárójelbe került. Ott van a Mars.
Tehát eleve mondjuk kiindulhatunk a vízöntő asztendensből és a vízöntő Marsból, hogy ideológiai alapokon lesz ez az év, hát mi lenne, persze, két választás is van, egész Európa választ, ugye ugyanakkor a világban is ott van egy csomó választás, őrületes ideológiai csattanások, harcok lesznek, ezt mutatja a Mars egyébként az első házban. Szerencsére, hát igen, biztos meg fogjátok kérdezni, hogy ez jelenti-e a háborút. Folyik a harmadik világháború, gyerekek. Most még hideg háborúval folyik, ugye forróval ott az ukrán és tehát az ukrán területeken, de ez a háború, ez folyik, most már jó ideje. Nagyjából 10 éve megy a dezinformációs vagy információs háború. Tehát azért, mert kretének, vagy hagytuk, hogy kretének vezessék a világot, hát úgy jártunk. És ugye az, hogy a Vénusz sajnos blokkoló együttállásban van a Szaturnusszal, ráadásul ugye az egyes házban, közbezárt jegyben a halakban. Egyébként a halak, Vénusz erős lenne, csak ugye itt duplán is, hát fel van függesztve tulajdonképpen. Egyes házas Vénusszal azt mutatnánk, vagy azt mondhatnánk, hogy az ország dolgai jól haladnak, harmonikusan haladnak. A Szaturnusszal ez blokkolva van, tehát blokkolva leszünk. Külső erők, hatalmas nagy erők fognak ellenünk hát fellépni, ezt látjuk most is egyértelműen. Tehát amikor az Amerikai Egyesült Államok egy aktivistát küld ide nagykövet helyett, aki mindenbe beleszól, mindenben is beleszól, az azért mindig elgondolkoztató. Mert nem ez lenne a feladata, hanem az, hogy hát képviselje az országát, de hát ő így képviseli. Mindegy. És a Neptunusz is közbe van zárva, ezáltal ugye a Neptunusz saját magát uralja, nem tud mást, viszont a két másik bolygónk az uralja egyrészt a 12-es, tehát majd a titkos ügyeket, illetve a Vénusz uralja a hármast, a médiumokat, ez minden esetre érdekes lesz. És akkor ugye van egy Nap-Neptunusz konjunkció is, ez igazából egy távolodó és tág, illetve nem annyira tág, csak jegyen kívüli, tehát ez van az első házban, tehát az ország dolgait ezek az égitestek fogják hát befolyásolni. Harcok, ideológiai harcok, pénzügyek, blokkolás, megint csak ideológia, ugye a Neptunusz önmagában is, ilyenkor nem a feltétel nélküli szeretetet, hanem az ideológiát szimbolizálja. És hát maga a nap, hogy az egyes házba kerül, az azért nagyon lényeges, egy lényeges döntő év lesz az ország szempontjából. Ország pénze kossal kezdődik, az ura ott van az egyesben, mi uraljuk, tehát mi rajtunk sok minden múlni. Felszálló Merkur Chiron hármas együttállás, a felszálló a kosban azt mutatja meg, hogy meg kéne tanulnunk önmagunkért kiállni, a Merkur ezt meg kellene, hogy ideologizáljuk, ki kéne kommunikálnunk, ez egy harcos kommunikáció, illetve a Chiron mutatja azt, hogy sebeket is fogunk kapni, és hát ejteni, vagy karmikus sebek tudnak restimulálódni. És itt van az Eris, a drasztikusan megváltozó külső körülmények, ami jelzi azt, hogy bizonyos fokig igenis egy hadigazdaság is lesz, tehát az ország pénze azon fog múlni, hogy milyenek a drasztikusan megváltozó külső körülmények. Hármas ház, médiumok, Vénusz uralja ezt a területet, de közben van zárva, és a Szaturnusz blokkolja, tehát a cenzúra mindkét oldalon abszolút fokozódni fog. Az Egyesült Freudi elszólás. Az Európai Egyesült Államok az megpróbálja egyenesíteni, egyenlősíteni a kommunikációt, megpróbál beleszólni abba, megpróbál megmondani, hogy mi a dezinformáció, teljes cenzúra. De utána a Jupiter, ami azt jelenti, hogy igen, azért ez burjánzani fog, tehát nem olyan egyszerű ez a minőség, és ott van az Uránusz, ami jelzi, hogy be tudsz csatlakozni, le tudod tölteni azokat az információkat, amire szükséged van, ne maradj a buborékodban, nézz körül, hallgass meg másokat is. És a Sedna, a szétdarabolódás általi teremtés szintén ott van, tehát amit látunk, hogy tulajdonképpen ha megnézed a nagy telekommunikációs vállalkozásokat, akkor azt fogod látni, hogy szinte egy kézben vannak. Ez itt nagyon egyenisített az egész. És nem, ezt most nem csak Magyarországon egyértelműen, ugye van egy nagy konglomerátum, ami megpróbálja ezt az egészet kézben tartani. Ez minden, hogy mondjam, valamire való ország, az így, vagy egyáltalán az uralkodó emberek ezek így szokták csinálni, vagy ők megmondják, hogy mi a hír, de az inkább félelmetes, hogy tulajdonképpen az egész világon is nagyjából 5 vagy 6 csoport birtokolja a médiumoknak kb. 99%-át. Ezt a központosítást kéne valahogy azzal feloldanunk, hogy inkább szétszedjük és más
alapokon rendezzük. Érdekes módon ugye itt az IC és a négyes ház egy picit más értelmet nyer, mert a kvartál horoszkópokban ez az időjárás és a mezőgazdaság, az ikrekkel pedig azt látod, ugye mivel ikrekben kezdődik, hogy nagy mozgások lesznek, tehát nem ez egy változékonyságot szimbolizál, ami nem baj, szerintem az időjárás, hogyha változékony, annál jobb hír nem lehet, mert akkor nem ragadnak be a hosszú asszályok, vagy a hosszú esőzések, mind a kettőre szükségünk van, majd meglátjuk. Egyébként, hogyha a mezőgazdasági termés, inkább így mondom, jó, az 1,5%-ot tud emelni az országnak a GDP-jén, bár nem kéne úgy néznünk a dolgot, de most nem közgazdászkodom, mert nem is értek hozzá, csak meghallgatom az okosokat. Ötös ház, vállalkozások és gyermekek, ikrekkel kezdődik ez is, hiszen közbezárt jegyeink vannak. A Vesta, mint fókuszáló képesség mutatja az, hogy erre lenne érdemes fókuszálnunk, mindenki a saját bébiére, saját gyerekére, saját vállalkozására. Ide érdemes összpontosítani. Egyébként ugye ezt az életterületet a Merkur uralja, ami meg ott van a felszállón és a Chiron, tehát pénzed abból lesz, hogyha vállalkozol. És itt van az Astrea sötét hold konjunkció, sötét hold az átok magunkra vétele, az Astrea pedig a karmatörés sorsváltoztatás, na itt lehet karmát törni ezen az életterületen. A hatos ház a rákkal kezdődik, és az oroszlán hold uralja, tehát a hold abban a házban van, amit ural is, ez elég fontos ilyen szempontból, hiszen ez azt jelenti, hogy a lelkünk a munkánkban lesz benne, ahol a hold áll, azt általában a változékony életterületnek szoktuk nevezni, tehát figyelj az egészségedre, figyelj a munkádra, a munka és az egészség összefügg, próbálj olyan munkát végezni, amit szeretsz, a legnagyobb áldás az, amikor a munkád a hobbid. Itt most ez azt jelenti, hogy változékony az egész, de nyilvánvalóan az érzelmeink fogják befolyásolni mindkettőt. Az hetes ház az a nyílt ellenségek, peres ügyek itt is van egy óriási közbezárt minőség, ugye a szűzben. Érdekes módon ott van a Vertex a Junón, a Junó ugye a hivatalos társ, és nyilván a szövetségkötések, ott vannak, hát van egy olyan érzésem, hogy a nyílt szerepvállalásunk az nem mindenkinek tetszik minden esetben, és nagyon nyílt a szerepvállalásunk, tehát mindez a hetes házban, szerencsére azt kell mondjam, hogy közbezárva van, illetve itt van a Transzplutó, a dimenziógrás, és itt van még a fekete holdidit is, a bátor becsületes helytállás, tudás, bátorság, becsület szimbóluma, de itt kezdődik oroszlánnal az életterület, ami azt jelenti, hogy ez az egyes házas nap ezt a hetes házat uralja. Én ezt úgy fordítom le, hogy igen, lesznek ellenségek, na, ez egy fontos életterület lesz, meg kell vívnunk a harcunkat, de meg fogjuk tudni vívni, mert ott van az egyes házban a nap. Nagyon gyorsan a nyolcas ház, itt az adók, illetve a halállal kapcsolatos dolgok természetesen ide tartoznak. Ezt a karmasztrológiai szabályok szerint Transzplutó uralja, a dimenzióugrásnak a kentaurja, ami be van zárva, tehát ezeket nem nagyon fogjuk tudni irányítani, mert közbezárt jegyben van az ura, viszont ott van a leszálló, tehát innen ez az az életterület, ahol kamatoztathatjuk a korábbi éveknek, a korábbi inkarnációknak, korábbi tapasztalatoknak a minőségeit. Kilences ház, külföldi kapcsolatok, Skorpióval kezdődik a Plutója, ott van a 12-es házban, ez bizony azt jelenti, hogy nagyon sok olyan külföldi kapcsolatunk lesz, kapcsolattartás lesz, ami nem a színfalak előtt játszódik le, és nagyon kell figyelnünk a titkos ellenségekre, és biztos, hogy megint a jó akaraink azok mindent keresztbe fognak tenni. És az annyira szomorú tényleg, hogy vagy magyarul beszélő, Magyarországon született, vagy nem Magyarországon született, de magyar állampolgársággal rendelkező rossz akarunk és titkos ellenségünk is. Ez engem mindig nagyon nagy szomorúsággal tölt el. Az MC maga a kormányzat. Hát a nyilasban a kormányzat tele van optimizmussal, uralja ugye a médiumokat, tehát ennek az ura, az MC ura a hármas házban van, tehát nagyon-nagyon fontos lesz a kommunikáció, a propaganda, ahogy szoktuk mondani. A propaganda nem negatív szó. Igen, propagálni akarom azt, amit gondolok. Mi van ezzel a gond? Ha nem akarod elfogadni, akkor majd olvasol valami mást, vagy nézel valami mást, könyörgöm. És itt van ez a bizonyos Pallas Athéné Lilith konjunkció, aminek nagyon örülök, mert a Pallas Athéné jelzi azt, ugye, hogy ott van a bölcsesség, és a Lilith van a bátorság. Tehát bátorság és bölcsesség, hogyha vissza akarunk ide gyorsan menni, akkor ugye a többetésszel interővel, és aki mer, az nyer, kapcsolódik hozzá, mint mondás, ezt találtam nektek mottónak. És a 11-es házat is, ez a hármas házas Jupiter uralja, tehát ez is ugye a nyilasban kezdődik, és a 11-es ház parlament. Tehát ez bizony megint azt jelenti, hogy igen, a parlament
és a kormány együttműködik. Hát nem csoda, amikor van kétharmad, ugye, mondhatnátok, de így kell lennie. Nézzétek meg azokat az országokat, ahol ilyen patchwork, szivárvány koalíciók vannak, akik semmi mással nem törődnek, csak egymással marakodnak, és különböző alkukat, abszolút, hogy mondjam, a világ elé, a nyilvánosság elé nem tart alkú pozíciókat próbálnak kivívni, és leszarják, hogy mi történik az országgal. Itt viszont nem ez történik, hál' Istennek. És ott van aztán a 12. ház, ugye, ami viszont rejtett vagy titkolt ügyeknek a háza. A Szerez érdekes módon technikailag ugyan még a 11-esben van, de hát ott van a 12-es elején, ráadásul ugye ezt a Szaturnusz uralja, tehát megint az egyes ház a Szaturnusz, ami közbe van zárva, zárójelbe van téve, és blokkolja a Vénuszunkat, a harmóniákat, meg a pénzünket, remek, ez uralja ugye a 12-es házat, tehát lesznek rejtett és titkolt ügyek, ezek a hazát fogják érinteni, olyan mennyiségű mocsok fog szerintem előkerülni, hogy nem is hiszitek, és akkor rajtunk múlik, hogy mit hiszünk el belőle, és mit nem, vagy minek adunk jelentőséget, és minek nem. És mivel ott a Plutó is, ami a 9-es házat uralja, a külföldi kapcsolatokat, egyértelműen ott lesz az aknamunka. Na, ez volt egy nagyon gyors elemzés, de most nézzünk egy picit távolabbra, és nézzük meg a hemiszféra egyensúlyt, és azt látjuk, hogy az egyes térnegyed a legfontosabb, hiszen 9 bolygó van ott, 9, és azok közül is ugye az ötszemélyes bolygók közül 4. Ez nagyon jó hír, mert ez azt jelenti, hogy tudunk valamennyire rálátunk dolgokra, rálátunk, ösztönösen érteni fogjuk a dolgokat. Ugye az összes személyes bolygó lent van. És minden a saját oldalunkon van, tehát 10 uralmi helyzetben lévő ittes van a saját oldalunkon, tehát tudjuk a kezünkbe venni a sorsunkat. Ez jó hír. Ha energetikailag megnézzük, akkor ugye kardinális minőségből van 3,5, ott van a karmatengely, ott van a nap, na, hát most lépett be ugye a kosba. Fízből viszont 6 darab van, tehát eléggé merev és kötött minden, és változóból viszonylag van a legkevesebb, tehát itt a fix minőség fog dominálni. A makacs, kötött, mozdíthatatlan dolgok, ott van ugye egy csomó minden, a személyes bolyók közül 2 is, és ott van a születés ura, és ott van ráadásul az aszcendens, tehát egy nagyon makacs, kötött, mozdíthatatlan minőség az, ami dominál itt a kardinálisok ellenére. És az elemeknél pedig, hát nem csoda, hogy a tűz dominál, a tűz levegő, tehát a férfi elemek, és viszonylag kevés a Földünk, de legalább ott van a Jupiter, ami azt jelenti, hogy hála Istennek, ugye a legnagyobb bolygó, hogyha egy hiányosabb elemben van, az egy picit ellensúlyozza a dolgokat. De kétségtelen, hogy tűzből és levegőből itt uralni fogja a dolgokat. Meg kismért sem mértékben az érzelme. Nézzünk rá a holdra, ugye egy első negyedes holdunk van, itt lenne a pontos első negyed, ha a nap ugye a rák nulladik fokán, bocsánat, tehát a nap, mivel a kos nulladik fokán van, a rák nulladik fokáról indul ez az első negyedes hold, ez egy építkező fázis. Megint izgalmas, majd rögtön ránézzük magára a teljes képletre még egyszer, de ezt jegyezzétek meg, hogy ez a hold, a nép, az nagyon-nagyon egyedül van a hatos házban is. Ez azt fogja jelenteni, hogy rohadt sokat dolgozunk természetesen. Na és akkor itt vannak a képlethangsúlyok, lehet látni, hogy tényleg közel távol nincsen semmi a holdnál. Egyébként a babiloni vizuális asztrológia szerint ilyenkor a hold nem tud intrikálni, magában van, kicsit elhagyatottan. Ugye a Jupitertől indult jó pár nappal korábban, és majd legközelebb, hát ha vizuálisat akarunk csak nézni, és szabad szemmel látható bolygókat nézzük, akkor a legközelebbi találkozás majd a Marssal lesz, jó 10 nap múlva. Tehát Isten igazából ez a hold, ez nagyon-nagyon magányos. Maga a képlet hangsúlyai. Tehát van egyszer egy nap Neptunusz konjunkciónk, és itt a Neptunusz belépett abba az utolsó 3 fokra, ami azért lényeges, mert a halak utolsó 3 foka a lebomlás, a lezárás minősége, az elmúlás minőségét szimbolizálja. És milyen érdekes, hogy valaki megjegyezte, aki modern asztrológiával foglalkozik, ha nem tudom, hogy kicsoda, még szeretnék neki kreditet adni, de valamelyik angol kollégám, aki azt mondta, hogy fel fognak erősödni az eutanáziával kapcsolatos hírek, illetve gondolatok, és valóban így van, tehát én az eutanáziához kapcsolom az abortuszt is, tehát ott is gyilkosság történik, akárhogy nézzük, akárhogy szépítjük, és nem vitatom egy nőnek a jogát, hogy azt tesz a testével, amit akar, de mégiscsak elhull egy élet, akárhogy is van, és ugyanígy nem vitatom annak az embernek a
a jogát, hogy elvegye a saját életét, aki nem tudja eltűrni a fájdalmat, erről van is egy töprengésem egyébként, csak engem ne kényszerítsen arra, hogy én öljem meg, és senkit ne kényszerítsen arra, lehetőleg oldja meg maga. Na mindegy, szóval fel fognak ezek erősödni, és a nap nappalosszal ugye a tisztánlátáshoz lenne szükségünk arra, hogy egy emelettel följebb menjünk, hát ez nem nagyon fog sikerülni. Itt van ez a hármas konjunkció, amiről már beszéltem, de a sokkal fontosabb az, hogy benne van egy karma ketrecben, aminek az Apex bolygója a szerez pedig a gondoskodó elv az otthon és a haza. És ez a 12-es ház csúcsánál, hát nem kéne, hogy mondjam, hogy háttérbe szoruljon. Az MC-n mutattam már ezt a Pallas Athéné Lilithet, beszéltem már az Astrea sötét Lilithről. Van aztán itt egy kardinális, hogy hívják, ez a bocsánat, a karma kettőszer, mert elmondtam, de van egy változó T-kvadrátunk is, majd rögtön megnézzük azt is, hogy hogyan, tehát ezek a hangsúlyok. Nagyjából elmondtam, miközben a házakat megnéztük, de akkor nézzük külön is ezeket a képlet konfigurációkat, fényszög képeket. A legfontosabb talán ez az oldott változó T-kvadrát. A változó T-kvadrátnak a tengelye az ugye a Vénusz-Junó, Vénusz-Szaturnusz konjunkció szemben a Junó-Vertex együttállással áll. A vertex az az irányíthatatlan folyamatoknak a pontja, és a retrográd Junó áll ott. Pár nappal ezelőtt, azt hiszem, talán pont a március 15-én szóló videómban már elemeztem, hogy itt tulajdonképpen ez a Junó a szövetségkötések szimbólum, egy picit háttérben van szorítva. Most meg még ráadásul az irányíthatatlan folyamatok is ott vannak. Tehát ezt én úgy értelmezem, hogy sajnos, mivel NATO szövetségesek vagyunk, és egyes NATO szövetségesek mindenáron ki akarják robbantani a harmadik világháborút, ez tulajdonképpen azt jelzi, hogy nem nagyon lesz beleszólásunk, bármennyire is van vétójogunk. És ugye vele szemben ott áll a Vénusz-Szaturnusz, ez a blokkoló együttállás, mind a kettő zárójelben van téve, tehát ennek speciál ilyen szempontból örültem, hogy jó, hát akkor talán csak beszéd lesz róla, és sok beszédnek sok az alja, és talán mégsem robbantják ki a valódi forró világháborút, amiben mindannyian el fogunk pusztulni, tehát ez ne, egy másodpercig ne idegesítsen benneteket, mert ez lesz. És az Apex viszont pont a Pallas Athéné Lilith, ami azért lényeges, mert a Pallas Athéné a bölcsesség, a Lilith pedig a bátorság szimbóluma, tehát ez az, ami talán valamennyire megnyugtató lehet, viszont, ja, és hát változó, tehát a változásokat generálja meg, az elengedés segíti, és ami oldja, érdekes volna, ez pont az aszcendens-reszcendens tengely, tehát önmagunk. Ha a kvartálképlet értelmezését vesszük, akkor ugye maga az ország, illetve a nyílt ellenségeink érdekes módon, és ha megnézitek, akkor létrejön itt egy masni. Nem tudom, miért ezt mutogattam, de mindegy, mert már szeretnék beszélni a transzcendenségi testekről is. Tehát az Aliotról mostanában szó volt, ugye, úgyhogy meg az Antareszről is, tehát két álló csillag megint prominens szerepet foglal el. Az Antares különösen fontos, az a Skorpió szíve, ugye azt szoktam mondani, hogy tényleg az egyik legfontosabb csillag, hiszen a tejúton is rajta van, Skorpiói tejúti csillagkép, és a napúton is rajta van, hiszen egy állatövi csillagkép, tehát mind a kettő a két ösvény találkozásánál van, Perzsia egyik királycsillaga ráadásul, és a tejút egyik oszlopa. És a hagyomány szerint itt őrzik a morfogenetikus kódokat, tehát az összes alakteremtő, formateremtő kódot az univerzumból, az itt tárolódik, tehát egy nagyon fontos csillagról van szó. Egyébként még ott van az Erátó, tehát a szerelmes költészet múzsája, tehát egy múzsa is jelen van. Aztán a Vénusz ott van Pompeja és Valhalla. Érdekes, mert Pompeja a pusztulás, Valhalla pedig az Istenek csarnoka, ahol a döntések megszületnek, pénzügyi megfontolások fognak dönteni. De a Szaturnusz ott van Kupidó, tehát egy picit enyhül talán egy kicsit az egész. Illetve a Descendensen ott van Berenike, Paciencia és Atlantis. Atlantis figyelmeztet bennünket, hogy egyszer már elpusztult minden, jó lenne nem elpusztítani, akkor nem mi pusztítottuk el, vagy hát csak kicsit volt benne részünk. Berenike ugye a csendben meghozott áldozatok szimbóluma, Paciencia pedig a türelem. Tényleg türelem kéne, mielőtt belemasírozunk ebbe a háborúba. Jó, ez tehát az oldott változó tékvan, és akkor nézzük meg, hogy a kardinális karma ketrecünket mi oldja, hála Istennek pont a Jupiter, ugyanis ugye az történik, hogy az egyik, itt most lehagytam a Merkurt meg a többi cuccot, tényleg a legfontosabb, tényleg csak a nagyon pontos
dolgot vettem figyelembe, de ugye láttátok, hogy itt pár fokkal odébb ott van a Merkur és a Chiron is, viszont a konfigurációknál tényleg azt nézzük meg, hogy hol záródik, és itt a holcsomók zárják, és a szerez, ugye, és ezt mondom, ez a dönts úgy, hogy a hazádnak jó legyen, tehát a hazádnak rendületlenül légy híve, most így a március 15-i ünnepségek után ezt lehet tulajdonképpen kihangsúlyozni, és ami oldja az egészet, az pont a Jupiter a hármas házban, tehát azért én a hármas házhoz kapcsolom a tudást is, a hétköznapi tudást, tehát nem csak a médiumokat, hanem azt is, hogy te mit szűrsz le, és a hazád érdekében kéne, ugye, szerez Jupiter trigon leszűrni azt az intelligens minőséget, amivel lehet valamit kezdeni. Itt is van egy pár a transzcendens égitestünk, a leszállón van a Viktória, gondolja a régi győzelmekre, és próbálj belőle leszűrni információt. A szerezen ott van a Nunki, ez, talán ezt is mostában mondtam, ugye a nyilasnak az a csillag, ahol megtámasztjuk ugye a nyilat, tehát egy összpontosító csillag. Ami érdekes, hogy a Jupiter ismét elérte a Menkár és Almach fokát. A Menkár a Cetnek az alfája, az Almach pedig az Andromédának a bétája. Az Androméda ugye a feminin életörömhöz kapcsolódik, a Cet pedig a tudáshoz, a tudatalattiból felbukkanó információkhoz, Panacea pedig az univerzális gyógyító. Tehát ez van, ezek oldják a kardinális karmaketrecünket. És akkor nézzük, mert van azért egy oldott változó T-kvadrát is, ezt nem nagyon lehetett észrevenni a fő képletben, de teljesen mindegy, mert az MCIC tengely a transzplutó kvadrátolja, ez megint egy változó T-kvadrát, és két dolog is oldja, egyrészt maga a Hold, egy trigonnal az MC, ami egy nagyon jó hír, tehát azért a kormány és a nép az valahol együtt rezeg, ez tényleg nagyon jó hír. És az Astrea Lilith, ez a sötét hold, ugye, szintén egy kvinkunkszal igazából, és ami érdekes, hogy ezek olyan 5-6 fokon vannak, a holdban még csak 4 fokon, tehát itt nem záródik az angyalszárny. Egyébként lenne egy ilyen mini trapézunk, ez így egy csapda, így be lehet esni, bár volt ez az alakzat, hogy szétnyílik, és te beesel a színpadról a kvadrátra. És a kvadrát, ugye a transzlútó, az meg, ugye az van az Apexnél, az azt mutatja meg, hogy itt, hát egyrészt azért az otthon család hivatás életcél mégis ott van, de tulajdonképpen ugye ez a, emlékeztek rá, hogy ez a mezőgazdaság időjárás a négyes ház, a tízes meg maga a kormány, és ami, tehát a transzlútó, a dimenzióugrás és a csatornázás az, ami kvadrátolja ezt a két pontot, tehát az információ borzasztóan fontos. Több információs bolygónk is van, a Merkur ugye a hétköznapi kommunikáció, az Uranusz a bevillanásszerű megvilágosodás, és a transzplutó pedig a csatornázás. Tehát ez a három égitest az, ami az információk különböző módozatait írja le, hogy hogyan szerezzük őket meg. Ha a transzcendens égitestekből indulunk ki, az IC-n ott van Hélió, egy napisten energia, és a Témisz, ugye a bölcsesség egyik verziója a görög panteonban, ez egy titán nő. A Lilith, tehát sötét hold Lilith, Asztrián, ott van Bienor, az egyik olyan kentaur, ami a saját magunkba vetett hit, hogy növekedni akarunk, mások akarunk lenni, ki akarunk nőni a bajainkból, a született problematikáinkból, vagy a handicapjeinkből, a saját magunkba vetett hittel akarunk kinőni. Ez egy nagyon fontos kentaur. Ugyanígy a Szilárusz, a másik, ugyanígy ilyen ki akarok nőni a dolgokból kentaur, az meg a Holdon van, és Szilárusz a legcsinosabbnak mondott kentaur, aki imádja a költészetet, a művészetet, tehát a művészet általi kiemelkedés. Nem tudom, hogy elkészítettem már, terve van mindenképpen egy olyan töprengés, ahol arról beszélek, hogy tulajdonképpen ezt az őrületes izgalom és örömhajhászást, ja igen, tudom, ahogy a TikTokra raktam már ki, vagy fogom kirakni ilyen napokban, nem is tudom, azt hiszem már kiraktam, mert mindig mindent előre csinálok meg, és aztán majd variálok. Mindenesetre arra lényege a dolgoknak, hogy ha hajszoljuk az alkohol, szex, drogok által hozott enyhülést és örömöket és ingereket, akkor egy idő után egyszerűen azok a receptorok, amik fogják ezeket és elvezetik az ingereket, azok kiégnek, és nem pótlódnak, és mindig nagyobb adag, és még extrémebb dologra van szükségünk, ahelyett, hogy megtanulnánk a művészetek által örülni, a szépség által örülni. Csak persze ezt is elvették tőlünk, mert az elmúlt 50 évben a csúnyát emelték piedesztára. Tehát itt a Szilárusz pontosan ezt mutatja meg, hogy térjünk vissza az egyszerű örömökhöz, amik a rendelkezésünkre állnak. És a Diana pedig ugye az erdők
és vadak istennője, ugye hold istennő, az duplán is ott van, ugye hold, mind a kettő. A Transzputon az Amnemno szűné, az emlékezés múzsája, tehát tessék megpróbálni emlékezni mindenre, és az MC-n pedig ott van Szafó és Hidalgo, két hős tulajdonképpen, mert a Szafó abból a szempontból hős, ez egy nagyon érdekes aszteroida, ami az látszólag csoportosan meghalunk, mert akkor egyszerre tudunk elmenni, és merem eldobni az életemet egy szörnyű balesetben, vagy valamilyen szerencsétlenségben. Ez nagyon érdekes jelölő. Tehát tényleg sokan fognak ebben az évben azt gondolom úgy elmenni, hogy lesznek ezek a nagyobb katasztrófák, ahol sok ember meg fog halni. Ezek a lelkek nem akarják végigcsinálni azt, ami most itt folyik, és egész egyszerűen választanak egy olyan téridőt, amikor be van kódolva valamilyen baleset, vagy valamilyen tragédia, és akkor elmennek szépen, a Hidalgo pedig pontosan ugyanezt fejezi ki abból a szempontból, hogy bátorságot kölcsönöz, ugye ez a hogyha mexikói forradalomnak a papja, aki ott volt, mint mexikói szabadsághős. Tehát ez a van az oldott. Van azért egy torkalapácsunk is, ezt annak idején talán egy picit be is mutattam, ezt három transzcendens égítést hozza létre, de ugye a torkalapács az mindig az egyik legdurvább, csak negatív fényszögekből álló cucc. Ugye mit csinál torkalapács? Nézzétek meg a mitológiát fogjátok érteni. Az apexen ott van Eris, a drasztikusan megváltozó külső körülmények, Lilith, bátor, becsületes helytállás. Itt a Palaszaténit megint azért nem vittem be, mert az egy picit kilóg a sorból, de egyébként persze ott van. És Juno, ugye a szegény szövetség kötések itt a hetes házba közbezárva, retrográdban, ráadásul a Vertex is ott van, tehát megint lecsupaszítottam csak az égi testeket. Tehát maga a változó kvadrát, a Lilith, bátor, becsületes helytállás és a szövetség kötések között van, a drasztikusan megváltozó külső körülmények között. Valamit kell csinálnunk, a torkalapácsa, mint konfiguráció, egy nagyon nehéz konfiguráció, de van egy bónusza, méghozzá az, hogy az egyik 135 fok, amiből áll, az azonos elemeket fog összekötni. Azt kell megnézni, hogy az a megoldás, mert nem a kvadrát itt a megoldás, hanem az apexnél van a megoldás, drasztikusan megváltozó külső körülmények, hurrá, de látjátok a Lilith a nyilasban, az Eris a kosban, tehát tűz 135 fokunk van, tehát egy trigon energiákban létrejövő 135 fok itt lehet megoldani. Tehát hogyan lázadás az igazságtalanság ellen. És megint ugye az Erato és az Antares van a Lilithen, az Aliot van a Junon, illetve az Erisről még nem beszéltünk, a Karma van ott, hurrá, tehát egy nagyon karmikus szituáció lesz egész évben, és a Spartacus pedig a lázadás, ami azért érdekes, mert ugye lázadunk az abszolút szörnyű körülmények ellen, Spartacus ugye a rabszolga, aki fellázad, és utána pedig hát gyakorlatilag a kereszten végzi, tehát minden lázadást leszoktak verni oda átból. Ezt sajnos meg tudjuk tapasztalni. Jó, nézzük meg, van még egy karácsonyfánk is, ez azért érdekes, mert elkezdtem nézegetni, hogy ebbe a torkalapácsába mi fog még bele simulni, és teljesen pontos, hogy hívják, T-kvadrát az Eris-hez. Az egyik oldalon a Nemezisznek az Achilles, remek, tehát a halálos sérülés és a bosszú van az egyik oldalon, a másik oldalon viszont Kasszandra karma, hiába mondom, nem hisz nekem senki, és az arrokot, ami viszont egy érdekes, ugye tiszta égbolt, vagy felhőségbolt, valami ilyesmit jelent, az a lényeg az, hogy hirtelen váratlanul kitisztul valami, ami addig homályban volt, és valamilyen aha élmény, és bifurkációs pont, tehát fordulatot hozó esemény is a 12-esben a titkos ellenségek, valami ki fog derülni, valamit hozni fognak. Illetve itt vannak azok az égitestek még, amik szintén ilyen 25 fokon vannak. Van három darab a bikában, Alicanto, Minerva, Nike vagy Nike, győzelem eufóriája, bölcsesség, és az Alicanto pedig a mohóság, kentaúrja, tudjátok, ez a gyönyörű madár, aminek a tolnyai aranyból, ezüstből vannak, és ha túl sokat zabál, nemes fémeket nem tud szegény felszállni, tehát a túlzott mohóságot szimbolizálja. Az arakné ugye az egyik úgynevezett hübrisz aszteroida, amikor büszke vagyok arra, amit teszek, de ezzel fellázítom az isteneket magam ellen. És a többit azt elmondtam. Jó. Na most, talán emlékeztek rá, hogy magának a december 30, vagy január 1-i
mindegy. Tehát majd az új évnek a térítő pillanatát elemezve azt mondtam, hogy rengeteg égitest van 29 fokon, tehát egy ilyen megrekedtség állapotát érzékeltem, tehát hogy még mindig ott van egy ilyen megtorpanás, megrekedtség, még nem indulnak be teljes egészében a dolgok. És tehát, hogy egy ilyen évre lehet számítani, tehát ez az amint vetsz, úgy eredsz, ez nagyon-nagyon ott van, pont emiatt, tehát mintha még várna a téridő, adna nekünk egy kis lehetőséget arra, hogy hát döntsünk dolgokról. És behoztam nektek a Selenium oldalról azokat az égitesteket, amik 0 fokon és 29 fokon vannak. Ugye a Toró nevezetű aszteroida ott van a rák legutolsó foka előtt két évperccel, tehát azért vettem ide, mert ez is fontos. A gyengébbek kedvét, hogy akik nem tudják, hogy az angol rövidítések mit jelentenek, oda tettem ezeket a jeleket, tehát meg tudjátok figyelni. És egyedül a CETO retrográd mindegyik direkt érdekes módon, ami nagyon jó, tehát a toxikus érzelmeket jelentő CETO az, ami viszont hátrál, de látjátok, 29-56-ról hátrál, tehát majdnem átért, és azt úgy döntött, hogy mégsem. Ízisz, ugye, ami 0 fokon van a bakban, az Istenő, aki a szétszakító dolgokat tudja összerakni varázslattal, a káosz, ami ennek az évnek már tavalyi évben is ott volt 0 fokon, és tehát ez mindenféleképpen egy nagyon lényeges dolog, ugye tulajdonképpen nap-káosz kvadrátum, ha majd rögtön megnézitek. A Toró, ugye a rombolás és a gyilkolásnak egy ilyen aszteroid, egy nagyon vad aszteroida, Íris, a szivárvány, ahol le tudjuk csatornázni a dolgokat. Az Arán, a Velszi alvilágnak az istene, tehát egy ilyen alvilági isten, aki a Plutó, tulajdonképpen egy Plutinóról van szó, tehát megint az alvilág jelenik meg, a titkos dolgok, Terpszikori, a táncistennője, ez van ugye a kosnak a legvégén, Szedna, a szétdaroborodás általi teremtés, a Bika legvégén, most éppen majd most már végleg egyet fog váltani, és átkerül az ikrekbe. És a Borassisi az egyik zsarnok kentaurunk, a Cetó pedig ugye a toxikus érzelmek kentaurja. Na, ezek szólnak bele, és ugye abból indultam ki, hogy alapvetően van egy nagyon pontos nap-káosz kvadrátunk. Ez talán elmondtuk annak idején az evesével, a január 1-i képletet elemzésekor is, hogy majd ez nagyon lényeges lesz, de innentől lesz lényeges, és egy évig lényeges lesz, ez a programozott káosznak a jelölője. Szinte minden videóban elmondtam, hogy igen, azok az erők, akik felépítették az elmúlt 50-60 évben azt a rendszert, amiben éltünk, jó vagy rossz, teljesen mindegy, de működőképessé tette a világot, azt gyakorlatilag egy pillanat alatt, 2-3 év alatt lerombolják. A COVID volt az első, amivel elkezdték lerombolni, és a háború a második. Tehát először a saját életünket zilálták szét, és tereltek bennünket eszméletlen, antidemokratikus szabályokkal, különböző olyan létállapotokban, amik abszolút nem voltak emberiek, és embertelenek voltak, fogalmazunk nagyon egyszerűen, és most pedig a háborúval a gazdasági oldalát szakítják szét a dolgoknak, tehát az a világgazdaság, ami működőképes volt, az most nem az, és egy a totális káosz figyelhetsz meg, ugye ezt még lehet fokozni, mert ugye azzal, hogy a szuezi csatorna sem működik, meg azzal, hogy a Vöröstenger sem működik, a Vöröstengeri hajózás, tehát lehet, tehát abszolút lehet, most még majd az oroszok ledobnak valamilyen taktikai atombombát valami jó kis helyre, és akkor tényleg lehet fokozni a dolgokat, tehát ez a teljes idiotizmus és kreténség. Majd kíváncsi vagyok, hogy kiderül-e, hogy mi a rendszer az őrületükben, ha csak az nem, hogy egy ilyen abszolút fegyelemmel létrehozott világrendet akarnak, amiben az egyén, vagy megmondják, hogy mit tegyél, hova menjél, hol dolgozzál, hogyan éljél, hol éljél, azt is természetesen, és hogyan neveld a gyerekeidet. Mert ez van, tehát a világelitnek az a nagyon-nagyon-nagyon szűk fél százaléka, az tényleg megvan a győződve, hogy neki joga van ehhez. És meg is fogja valósítani, hogyha az ő kezében van a hatalom, és mivel a pénz az ő kezében van, és pénzzel mindent lehet venni, elsősorban hatalmat, ezért én ezzel kapcsolatban kicsit szkeptikus vagyok, tehát azt fogod látni, egy éven keresztül ez a programozott káosz baromira ott lesz. És ugye ennek a másik oldalán ott van az Ízisz, pont a szétdaraboldás, a szétszedés, de érdekes módon az Ízisz, ugye mit csinál Ízisz istennő, amikor Oziris széttépik, akkor fogja magát, és megkeresi Oziris darabjait, ugye 14 darabra tépi szét,
véletlenül így hívják, nem is értem, hogy miért, és Ízisz megkeresi a darabokat, a péniszt nem találja meg, de kreál egy másikat, vele hál, és így fogad meg Hórus, ugye az első fáraó, Ozirisz pedig az alvilág istene lesz. És tulajdonképpen Ízisz a szétdarabolt dolgokat rakja össze. Tehát ez egy fordított varázslás igazából, nem a szétdaraboldás általi teremtés, hanem a szétdaraboldás utáni teremtésnek az aszteroidája, egy nagyon fontos aszteroida. Ez van ugye, tehát ez a káosszal tulajdonképpen szembe kerülő erő. Egyébként ez teljesen tűpontosan nulla fok, azt hiszem legalábbis, hogy igen, az Ízisz látjátok, pont szembe van, 11 évperc a különbség, kevesebb, mint 11 évperc a különbség, tehát ez adja gyakorlatilag itt ezt a T-kvadrátot. A napon lévő transzcendens égitestekről nem volt még szó, be akartam volna azt is rakni, de valamiért nem raktam be, de mindegy, lett volna egy olyan szlájdom, csak valamiért nem raktam be, az angolban azt hiszem beraktam, mert tök mindegy. Minden esetre ott van a Bábel, ugye a bábeli zűrzavar, a nem értünk egymás nyelvén, a Borassisi, ami egy másik, egy ilyen zsarnokkentaur, ugye a Kurt Vonnegutnak a Macskabölcső című regényében van egy, hogy hívják, egy vallás, a bokononizmus, és annak a fő szereplője, tehát a főistene Borassisi, aki nagyon érdekes egyébként, mert az egész egy ilyen Uranusz adaptáció, hogy Uranusz nem bírja elviselni, hogy ronda gyerekeket szül, ugye Gaia, a földanya, és azért ezeket mindig visszatuszkolja a földanya méhében, és aztán így születik meg ugye az a döntés, hogy akkor kasztráljuk apádat, mondta, hogy hívják, Gaia, az elsőszülött fiának, Szaturnusznak, Kronosznak. És így lesz aztán Kronoszból főisten. De Borassisi csak kidobálja a gyerekeit, ezek lesznek a bolygók egyébként, tulajdonképpen Borassisi egy ilyen nap, egy ilyen zsarnok minőség, ez van ott, tehát ott van a zsarnokság, a programozott káosz mellett ott van a zsarnokság, de ellentétként ott van, hogy teremtsük újra azt, ami működőképes lehet, és ott van a Seát, az öngyilkosok első számú gyógyuló helye, de ez mindig ott van, tehát a következő, mit mondjak nektek, 200 évben még ott lesz, mert most halak 29 fok valamennyi a Seát, és ugye 72 évenként halad egy fokot egy állócsillag, 72 évenként, tehát a következő 200 évben még egészen bizonyosan ott lesz a nap, de 150 évig egész biztosan ott lesz még a napnál, tehát ez nem annyira lényeges. De most nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi az, ami még ugye létrejön, ide elfelejtettem berakni a cetót, teljesen mindegy, ide beraktam, és akkor azt látod, hogy mindenfajta komplex, de analitikus fényszőkép is van. Amíg beszélek, nyugodtan nézegesd majd meg, ugye vissza, mindig csatolj vissza ide, mert itt fogod látni, hogy a 0 fokon lévők és a 29 fokon lévők csak analitikus és diszociális dolgokat tudnak létrehozni, tehát amik meg vannak rekedve, például a cetó, vagy például azt hiszem talán a toró is meg van rekedve, igen, mert csak az ízis és a káosz, nem? A többi az egyrészt analitikus, másrészt diszociális. Tehát például hiába van egy gyönyörű átfutó trigonunk, a cetó-toró víztrigonhoz, ugye a napnak a tűztrigonja kapcsolódik, tehát itt ez nem jön össze egyszerűen. Tehát hiába van egy gyönyörű háromszög, harmónia háromszögünk, az arav és a cetó, az tulajdonképpen megcsinálja a tiszta szextiljét, meg az angyalszárnyat is, de ez a szextil, ez jegyen kívül, ez egy kvadrát energiát működtető szextil, mert az aran még bakban van, az íris is, a szivárvány, ami lehozza az információt. De jó, tehát ezeket szépen nézegessétek végig, rengeteget lehet ezzel tanulni egyébként, de nem fogom helyettetek csinálni a dolgokat. És akkor nézzük a jó tanácsokat. Tehát én ezt tanácsolnám nektek, hogy egy picit ugyanaz, vagy nagyon hasonló, amit január 1-én tanácsoltunk, ugye, az első számú jó tanácsunk, úgyhogy ezek, hogy ne várj könnyű válaszokra, nem fogsz könnyű válaszokat kapni, még mindig rengeteg a megrekedt energia, az analitikus energia, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk, nincsenek válaszok, nem dőlt még el, még várnunk kell ahhoz, hogy tisztában lássunk, ugye, keresd barátokat, de ne bízz a szövetségesekben, tehát tényleg így van, a szövetségeseidben ne bízz, akiben eddig hittél, az lehet, hogy hátba döf, egyszerűen tényleg a saját személyes életedbe is figyelj oda. Tanulj, gondolkozz és kérdezz, ez borzasztóan fontos, ne fogadj el semmit, csak azért, mert a saját oldalad mond valamit, abszolút lehet, hogy propaganda, menj utána, nézd meg, hallgass meg másokat,
gondolkozzál, jó? És vigyázz a családodra és a hazádra, és igenis, kimondom azt a jó tanácsot, hogy Isten, haza, család, mert ez az alapja mindennek. És hogyha ezt nem fogadod el, akkor semmit nem lesz. Ez a lényeg. Boldog új évet, igyatok egy pohár pezsgőt, én egy korty hideg kávét iszom, mert már reggel óta nem tudtam meginni. Mindenesetre köszöntelek benneteket. Ha tetszett, akkor iratkozz fel a csatornámra, nyomj egy lájkot, küldje nekem szívecskét, minél több interakció van egy videó alatt, annál állítólag annál inkább felpikapolja az algoritmus. Szeretném, hogyha ez sok emberhez eljutna, és remélem, hogy nem vettem el a maradék életkedveteket sem azzal a káosznak kvadráttal, mert nagyon sok minden oldódik, és még nem igazi oldások, hiszen a megrekedtség ott van, de rajtunk múlik, hogy mit teszünk. És higgyétek el, hogy tudjuk formálni a történelmet, nem vagyunk eszközök és fegyverek nélkül. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!